Sziasztok srácok, itt Zsomász, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és mint hallhatjátok, egyrészt beteg vagyok. Tegnap is már nagyon beteg voltam, viszont hát 7 órát livestreameltem körülbelül, és hát közben elég szépen elment a hangom, úgyhogy ez kár. Viszont kijött az új update tegnap, livestream keretén belül Facebookon már meg is néztem, élőben az első reakciómat az ott láthattátok. Ha érdekel titeket, akkor hagyok egy linket a leírásba, a Facebookon meg tudjátok nézni, valamint hamarosan majd a Volt csatornámon is. És most pedig az RB-t ott fogjuk megnézni, valamint ugye már kinyitottam tegnap Beat, szóval erről egy kis videót fogok nektek mindjárt bevágni, csak még annyit szeretnék elmondani nektek, hogy ma délután 3-tól is lesz egy livestream, ahol Brawl Stars ládákat fog kinyitni, valamint Brawl Stars-ozni fogunk, úgyhogy ha valaki érdekel, akkor délután 3-tól várok mindenkit nagy szeretettel a Facebookon. Most pedig nézzétek meg akkor ezt a klipet, amiben hát kinyitottam Beat, a legújabb karaktert. És akkor srácok, mit szólnátok ahhoz, ha mondjuk úgy most megpróbálnám kinyitni Beat, az új karaktert. Itt van 91 kis doboz, 3 darab big box, valamint tudok venni még meg a boxot, meg mindenféle dolgokat itt a shopban. Megnézzük Beat, itt van Beat, epikus karakter. Nézzük meg a drop rétemet először is, ami nem rossz, tehát nagyon rég nyitottam karaktert. Epic Brawler 0,577,5 a drop rétem, ami nagyon jó. Ami viszonylag nagyon jó szerintem, úgyhogy... Ja, nincs rajta a skin, de hülye vagyok. Ott beraktam Dynamite-ot, de nem raktam a skin. Na, hát azért mindjárt más srácok. Hát ha már megvettem 49 gemért, akkor... igen, jó, Ákos észrevettem, jó? Észrevettem. És amúgy nem lehet megvenni most a shopba, tehát hogy csomószor, hogy kijött egy új karakter, meg lehetett venni a shopba, most nem lehet megvenni a shopba. Nem lehet, na. Első dobozból. Nem. Egy csomó embernél láttam, hogy az első boxból kinyitották. Na, második dobozból? Nem. Csak goldot fog kapni, vagy ugye Beat. Na, valaki, valami, úristen, megvan Beat, na, gratulálok Beathoz akkor neked. Most már csak nekem kéne meglenni a Beatnak, van 56 dobozom még, remélem most pár azért egyszer kinyitjuk. Ott van Beat! Yes! Ott van, nem is kellett sok! Nem is kellett sok! Ott van Beat, így kell csinálni, Beat! Damn! Ott van, easy win! 30-40 ládából sikerült kinyitni Beat, így kell ezt csinálni, srácok. Tehát, hogy easy win, mit kell ide megabox, mit kell ide semmi, ott van Bea. Ennyi, ott van, megvan, GG, easy, damn, ott van, oh yes. És hát ja, egyébként a véleményem a karakterről az, hogy nagyon pozitív, nagyon jó, imádom a sniper karaktereket, szóval én nagyon örülök neki, hogy még egy sniper bekerült a játékba, kicsit OP-nak tűnik egyébként elsőre. Meg egyébként ugye Epic Brawler, nagyon sokan kinyitották szerencsére, voltak akik az első boxból, úgyhogy érdekes volt mindenféleképpen, úgyhogy gondoltam, hogy csinálok erre egy videót, valamint gondoltam, hogy az update-ot is megnézzük, viszont mielőtt beleugranánk, még egy apróság, hogy van egy link, még egy link a leírásban, ahol szeretnétek olcsón vásárolni akciósan SSD-t, ugye a számítógépben már elemez a gyorsabb fajtát, vagy monitort, akkor 20 000 kedvezménye meg tudjátok ezt vásárolni. A leírásban található linken keresztül a Samsung Zsomac 20 kódot felhasználva, szóval csekkoljátok le, hogy szeretnétek SSD-t vagy monitort vásárolni. Na szóval, nézzük is meg, hogy mi található az update-ban. Szerintem mostantól kezdve inkább suttogni fogok egyébként, mert kifejezetten nincs a hangom, és nem akarom, hogy jobban elmenjen. Ugye új ikonjám a játéknak ilyen kalózós, valamint új loading screen, ez a kettő nagyon királyú néz ki. Valamint ugye itt van B, akkor egyébként ma pusholni fogok a livestreamben természetesen. Power level 7-es most már, szeretném még jobban felhúzni, hát egy ilyen 3-400 kupára ma, úgyhogy ezt meg fogjuk próbálni. És már láthatjátok, hogy alapjáraton nagyon sok minden változott, úgyhogy itt ugye a shop is egyrészt teljesen, hát nem teljesen, nem lett már sokkal, de például itt van az úgy egyik új skin, a Pirate Poku, ami hát nem sikerült rosszra egyébként szerintem, de szerintem 80 gemet nem ér meg egyáltalán. És tényleg srácok, elnézést kérek, hogy ilyen beteg vagyok, nem tehetek róla, megpróbálom kikúrálni magamat minél hamarabb, viszont
Viszont tényleg remélem, hogy azért értékelitek, hogy ennyire betegen is ezért készítek videókat nektek. Ami fontos még, hogy el fog utazni egyébként holnap, viszont ezzel kapcsolatban csak a holnapi videóba fogok beszélni, úgyhogy ezt majd holnap. Mi is van az update-ban? Itt egyébként majd puskázok a Redditről, tehát itt a Reddit minden látható, bocsítom, de most nem, kérek belőle, köszi. Szóval ez ugye a Broiday update, visszajöttek a tavalyi karácsonyi skinek leakciózva, tehát hogy a Lil Helper Penny 49 gem, Red Nose, itt a 99 és szinte 49 gem volt a Dynamite-os karácsonyi, nem tudom, hogy az Istenbe hívják, azt pedig megvásároltam, úgyhogy itt ez a Santa Mike, igen. Én ezt megvásároltam, ez ugye limitált skin, ez csak karácsonykor volt elérhető tavaly, és ez elérhető most is a játékban. És ugye bejött B, aki hát egy ilyen méhekkel foglalkozó entomológikisztikus, nem tudom ezt hogy kéne mondani, magyarul, és hát Rózának gyűjti az adatokat tulajdonképpen, vigyázz rá, tehát be careful, mint B, értitek, mint mi, na mindegy, és ugye ez egy sniper. Main attack-ja egy hossz, nagy range-i sniper lövés, hogyha először eltalálsz fel valakit, akkor 1120 sebez maxos szinten, utána pedig a következő sebzése majdnem 3-szor annyi sebez, szóval hogyha azt viszont, ha elmisszeljük, akkor nem történik semmi, akkor visszamegy normálra. Utána, ez nagyon OP egyébként, és a szuperje pedig a Beast Swarm, hát kilő ilyen méhecskéket, amik így szétválnak, és az lelassítja 3 másodperc az ellenfeleket. A Star Power-je pedig, mindjárt mondom, egyelőre csak egy Star Power-je van, az Insta Beload, ez annyit csinál igazából, hogy Supercharged B lövés, ugye ez a második shot, hogyha egyszer elhibázzuk, akkor van még egy lehetőségünk, és még egyszer tudunk Supercharged-olni. Valamint a Honey Coat, a másik, ami még nem jelent meg, az annyit tud tulajdonképpen, hogy amikor meghalna, akkor egy HP-n marad 3 másodpercig, és így el tudunk menekülni, valamint túl tudunk élni, szóval nem olyan egyszerű megölni, mert egy HP-n túl tudja élni tulajdonképpen. Ennyit B-ről, szerintem talán külön videó is lesz róla, mert nagyon szeretem ezt a karaktert, majd meglátjuk, hogy push, ma mennyit tudunk vele pusholni, és akkor lesz videó is. A másik karakter pedig Max egyébként, aki szombaton délelőtt fog érkezni, amit meglepett engemet, mert hát ugye tegnap jött ki B, és már szombaton a másik karakter. Én egy kicsit vártam volna egyébként még a két karakter között, ez egy mitikus karakter lesz, tehát őt azért jóval nehezebb lesz majd kinyitni, meg fogom próbálni mindenféleképpen, van egy kis gemem is, úgyhogy hát ha sikerülni fog ez, úgyhogy megpróbáljuk Max-et kinyitni, viszont róla a videót nem biztos, hogy fogok tudni készíteni, mert ugye nem leszek itthon, de ezzel majd a holnapi videóban fogok erről beszélni, valamint megszól nem akarok túl sokat mondani, mert ugye nem jössz ki, és nem tudunk róla sok mindent, csak ugye ki lehet próbálni a trial, de hát ugye sok minden nem derül ki, tehát hogy nagyon gyors, a szuperje felgyorsítja a dolgokat, alapjáraton egy gyors karakter, és 4 lövése van, nem sebez túl sokat, és az ultia pedig őt is a csapattársait körülötte felgyorsítja, és ilyen hihetetlen gyorsan fog tudni futni mindenki. Nem rossz egyébként, de nekem mondjuk Bee jobban tetszik, és a Star Power-okra meg ezekről meg később fogok beszélni, mert ha kijött tényleg és megszereztem, hogy valami, így túl sok értelme nincsen tényleg, úgyhogy ennyit a két új karakterről. Vannak új skinek is ugye, amik bejöttek a játékban, ugye ez a Pokós, a Pirate Poko, ez 80 gem, ez már benne van ugye a játékban, a többi még nem érkezett meg, majd van a Captain Carl, ami nekem a kedvencem, ez 150 gembe fog kerülni, a Corsair Colt is 150 gembe fog kerülni, a Pirate Poko pedig 80 ugye, és ezek limitált skinek, tehát azt jelenti, hogy Broly Day skin, ez is egy ilyen limitált skin, tulajdonképpen. Szóval nem tudod máskor majd megvásárolni őket valószínűleg. Valamint ezen felül van még két új skin, ami még szintén nem jött be a játékba. Tehát a Ladybug Bee, amit bemutattak 30 gemért, vagy GT Max 30 gemért, ami tulajdonképpen csak egy átszínezése Bee-nek meg Max-nek, de ezek nem néznek ki rosszul egyébként. Aztán Present Plunder, ez ugye az új játékmód a játékon belül, ez az ajándéklopdosós dolog, amit ugye bemutattunk, ez sajnos csak egy limitált játékmód, szóval nem marad be teljesen a játékban sajnos, viszont szerintem nagyon király, és nem csodálkoznék, hogyha bekerülne a játékba, csak mondjuk nem Present Plunder néven, hanem valami más néven, mert nyilván így az ajándékos dolog az nyilván a karácsonyhoz kapcsolódik,
és azért van ez a dolog ilyen néven elnevezve, meg azért szezonális, mert karácsony cucc, mindegy. És hát ja, ez nagyon jó, ezért most lesz szerintem egy külön videónk, mert tegnap ezt is nyomtuk, meg szerintem ma is fogjuk nyomni, úgyhogy ebből majd egy külön összeállítást láthatok majd szintén videót a csatornán, de majd holnap jobban elmondok mindent, akkor az utazással kapcsolatban, meg mindennel kapcsolatban beszélni fogok nektek. De ez egy nagyon jó játék, mert egyébként próbáljátok ki, kicsit még bugos, nem tudom, hogy javították-e, de ja. Aztán van ugye ez a Championship Challenge, amiről beszéltünk, ez 2020-ban fog jönni, ez egy havi challenge, ahol mindenki részt tud venni, és 15 vinig el kell jutni tulajdonképpen, és tovább jutottunk a világbajnokságra, minimum 800 kupának kell lennie, tehát, hogy minden brawlerünk maxos lesz Star Power-rel, és vigyázzatok rá, ugye és 3 vesztés is kiestetek. Ugye van Derjének a hajója, ez egy új környezet, azt gondolom, hogy mindenki látta például a Pleasant Plundernél is, de megmutatom. Az, abban el vagyok tévedve, mert ugye nincsen Pleasant Plunder friendly game-ben. Most szivatsz. Miért nincsen? Ja, mondjuk Graveyard Shift se volt. Na mindegy. Szóval... akkor keresek van egy pályát, igen, itt van például ez a map, hogy gyorsan elindítok egy bot mérkőzést. Tehát, hogy ez a környezet, nyilván ez a polipos hajós téma. Tulajdonképpen ez az új. Valamint egy csomó community map került be a játékba, és most már sokkal jobb lesz randomokkal játszani, és például most bemutatom, tehát rányomunk erre, itt ki lehet választani a játékmódot, így, és rányomunk, hogy go, itt most keresni fog nekem egy csapatot, remélem, hogy ki tudok lépni, itt egy csapat, és akkor velük meg tudom beszélni, hogy mi a szitu, és velük össze tudok állni, hogy mi újság, izé, hol a chat, itt van chat, és meg tudom velük beszélni, vannak ugye emotok is, tehát itt tök egyszerű a dolog, és chaten lehet beszélgetni, írni nem lehet, csak ilyen emotokat, lehet ajánlani nekik brawlert, hogy mondjuk hozd ezt, hozd azt, ők ezt nyilván vagy elfogadják, vagy nem, szóval egy érdekes dolog, bocsi srácok, én most kilépek, ezt csak megmutattam nektek, hogy mi a szituáció, kicsit változtattak a megjelenésen is, meg sok kisebb változtatás is van, például a Supercell ID-nek a helye átkerült, meg mindenféle dolog változott itt, tehát hogy itt a klán teljesen másképp van, hol van, nem is találom, itt van klub, a chat itt van, ez nekem nem tetszik, tulajdonképpen itt a klánom egyébként, hogyha valaki szeretne csatlakozni, bár most ugye fullon vagyunk, szóval most nem tudunk befogadni senkit, mert az alsóbb játékosokat majd kijebb fogjuk rakni, mert azért már sok mindenkinek nincs meg a 15.000 kupa, nyilván ugye Samu és Wizard ez való kivételők segítik a klán vezetést, úgyhogy sok sikert, srácok. Ami fontos még talán, hogy bugokat fixáltak, meg változtattak ilyen apróbb dolgokat, és ennyi igazából az update. Ennyit kell róla tudni. Tulajdonképpen remélem, hogy jól össze tudtam foglalni, és tényleg bocsánat, hogy beteg vagyok. Az elkövetkezendő pár videóban mindenféleképpen beteg leszek, sajnos. Ha valamiben nem vagyok beteg, akkor az azért, mert azért vettem fel, mielőtt beteg lettem volna, bár ilyen nem lesz, azt hiszem csak egy. Na mindegy, vagy kettő. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy most velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozzunk akkor a következő videóban. Vagy livestreamben. Inkább livestreamben most gyertek. Úgyhogy néhetek jók 3 a livestream, majd ottani, vagy máskor. Sziasztok!